Emlékeztek még a csatornán korábban bemutatott leghülyébb bűnözőkre? Na most jön a történet másik oldala. Itt az ideje, hogy átlépjünk a törvény túloldalára, de nem akárhogyan. Látni fogtok rendőrt, aki pokémongózás miatt hagyott figyelmen kívül egy rablást, és olyat is, aki annyira félreértelmezte a szolgálunk és védünk mottót, hogy végül maga is a rácsok mögé került. És ezeknél sokkal durvább eseteket is. De ne szaladjunk ennyire előre. Ezek a történetek nem csak arról szólnak, hogy néhány rendőr rossz döntést hozott. Ezek az esetek megmutatják, mi történik akkor, amikor azok szegik meg a törvényt, akiknek védeniük kellene azt. És higgyétek el, a végén még ti is elgondolkoztok majd, hogy vajon ezek tényleg megtörténhettek-e. Na vágjunk is bele a mai adag rendőri kiválóságba, és nézzük meg, hogy hogyan ne legyünk zsaruk. Dennis Turner. Gondoltál már arra, hogy hogyan kezelnéd egy 6 éves gyerek iskolai hisztiét? Nos, Floridában erre megvan a tökéletes megoldás. Képzeld el a szituációt. Egy 6 éves kislány feldühödik az iskolában. Tudod, a szokásos gyerek dolog. Sír, kiabál, esetleg még rugdosódik is. Egy normális helyen ilyenkor leülnek a gyerekkel beszélgetni, vagy szólnak a szüleinek. De ne feledd, ez Florida. Itt egy egyszerű gyerekhisztis állambiztonsági kockázat. Mit tesz ilyenkor egy floridai iskola? Természetesen rendőrt hív. Színre is lép Dennis Turner, aki aznap már amúgy is komoly bevetéseken volt túl. És mit gondolsz, hogyan oldja meg ezt a kritikus helyzetet? Egy gyors kötözővel. Igen, jól hallod, ez a bátor zsaru simán megkötözött egy 6 éves kislányt, és bevágta a rendőrautó hátsó ülésére, mert hisztis volt. De várja, a történet még fokozódik. Kiderült, hogy Turner ezen a héten már a második 6 éves bűnözőt tartóztatta le. Mert ugye ki más jelenthet nagyobb veszélyt a társadalomra, mint egy elsős kisiskolás. A sztori végül happy enddel zárul. Már amennyire egy ilyen eset után beszélhetünk erről. Miután kiderült Turner hősies küzdelme a veszélyes elsősök ellen, kirúgták. A rendőrség pedig új szabályokat hozott a gyerekek letartóztatásával kapcsolatban. Okay. 2017 áprilisában járőrözés közben Luis Lozano és Eric Mitchell kaptak egy rádiós hívást egy közeli Mackey's üzletben zajló rablásról. A hívásra természetesen reagálniuk kellett volna, de ők úgy döntöttek, hogy a virtuális lények fontosabb vészhelyzetet jelentenek. A feljegyzések szerint figyelmen kívül hagyták a riasztást, és ami talán a legfurcsább részlet, hogy a szolgálati kocsiban lévő fedélzeti kamera felvette, amint lelkesen megbeszélik Pokémon vadászataik sikerét. Egyikük vezette a kocsit, a másik pedig irányította, hogy merre menjenek, hogy közelebb kerüljenek a ritka lényhez. Ez a virtuális vadászat a fedélzeti kamerán rögzítve lett, és feletteseik nem fogadták kitörő örömmel a történetet. Amikor számon kérték őket, Lozano és Mitchell azt állították, hogy nem hallották a rablásról szóló hívást, és az esetet egyszerű félreértésként próbálták megmagyarázni. Csak hogy a felvételek láttán ez az érv annyira átlátszónak tűnt, mint egy kristálypokelabda. A rendőrség gyorsan intézkedett, és mindkét tisztet elbocsájtották. Ha eddig még nem lájkoltátok a videót, most tegyétek meg, mert mindjárt jönnek a még őrültebb sztorik. Brandon Wyszynski. Florida legmerészebb tínédzserkori karrierváltásának főszereplője a 16 éves Brandon Wyszynski, aki úgy döntött, átugrik minden szokásos lépcsőfokot a rendőri pálya felé, és egyenesen a lényegre tör. Felfegyverkezve határtalan önbizalommal, egy interneten vásárolt jelvénnyel és egy rendőrautónak álcázott Ford Taurusszal kinevezte magát Albuquerque legújabb sheriff helyettesének. Az igazi dráma éjjel fél egykor bontakozott ki, amikor egy valódi rendőr, aki épp a 4. utcán járőrözött, valami szokatlant vett észre. Egy közúti ellenőrzést, ami úgy festett, mint egy 21 Jump Street jelenet, csak éppen minden hivatalos jogalap nélkül. Wyszynski még integetett is az elhaladó rendőrnek. A feltörekvő helyettes ott állt civil ruhában, mert úgy tűnik az egyenruhára már nem futotta a költségvetésből, és nem volt rajta más, csak egy csillag alakú jelvény, ami valószínűleg az Amazonról érkezett. A srác óriási magabiztossággal állította, hogy 3 éve szolgál a megyei sheriff hivatalnál, ami különösen impresszív teljesítmény tekintve, hogy ehhez 13 évesen kellett volna kezdenie. Amikor a közúti ellenőrzésről kérdezték, Wyszynski azt állította, hogy az autó 120 mérföld per órás sebességgel száguldozott. Ahogy a kamera rögzítette a kibontakozó komédia sorozatot, Wyszynski előállt az év legnagyobb alulértékelésével. Na hát, tényleg? Végül, amikor már nem volt menekvés, ifjú rendőr jelöltünk beismerte, hogy a jelvénye pont annyira volt valódi, mint a rendőri karrierje. At this point right now, you are being under arrest.
Andrew Talbot. Üdvözöllek Andrew Talbot meséjében, ahol főhősünk brilliánsan bizonyította, hogy a szolgálunk és védünk mottót lehet úgy is értelmezni, mint szolgálunk drogot és védjük a saját zsebünket. 20 év rendőrségi szolgálat után úgy döntött, ideje egy kis karrierváltásnak, és a bűnüldözés helyett inkább kipróbálná magát a bűnözés izgalmas világában. Fogta magát és 4 kiló kokaint lopott, lekérte dílerek adatait a rendőrség rendszeréből, majd elkezdte árulni ezt az utcákon. Micsoda innovatív gondolkodás! Andrew kábítószerellenes nyomozóként dolgozva lopta el a kokaint a bizonyítékraktárból, mert ki más tudná jobban, hogyan kell elkerülni a lebukást, mint az, aki pont az ilyen ügyeket vizsgálja. Brilliáns. Ja, várjunk csak, mégis lebukott. A sors iróniája, vagy inkább a hülyeség csúcspontja, hogy egy tasak kokaint ejtett el a lánya iskolája előtt, amit megtaláltak. Az iskola biztonsági kamerái pedig bizonyára tapsoltak örömükben, hogy végre valami izgalmasat is rögzíthetnek a szokásos unalmas gyerekzsivaj helyett. Amikor végül elkapták, nagyjából 30 g kokaint találtak nála a munkahelyén. Igen, jól hallottátok, a rendőrségem. Mert mi lehetne kevésbé feltűnő, mint drogot tárolni ott, ahol több száz rendőr dolgozik. A történet végén 19 évet kapott ajándékba, all-inclusive szállással és teljes ellátással. Henry Chapman. Henry Chapman, akinek feladata a közbiztonság fenntartása lett volna, alaposan félreértelmezte a szolgálunk és védünk elvet. Egy 2024-ben történt egyszerű közúti igazoltatás során egy körözött férfit vett őrizetbe, akinél egy tisztességes mennyiségű készpénzt is talált. Chapman elindult vele az őrsre, de útközben támadt egy remek ötlete. Miért is ne jutalmazná meg magát a talált pénzzel? Végül is a $900 simán elfért az autója hajtajában. A nagy csavar akkor következett be, amikor a fogva tartott az őrsön más rendőrökkel találkozva gyanút fogott. Jelezte, hogy a pénze kicsit kevesebb, mint a kocsikázás előtt volt, és barátságosan megkérte a rendőröket nézzenek be Chapman kocsijába, mert még azt is hallotta, hogy Chapman összegyűri a pénzt. But I know for a fact what I seen and what I heard. And then when I asked him why was he like popping the rubber band on the money, he said I was just making sure something, but it's no need to make sure, you feel what I'm saying? Like that's my property. És lásd csodát, a $900 tényleg ott lapult az autó ajtajában, éppen úgy, ahogyan ezt a gyanúsított sejtette. A felettesek gyorsan cselekedtek, azonnal félrehívták Chapmant, és megkezdték a vizsgálatot. Az eset végére sikkasztással vádolták meg, és nem sokkal később fel is mondott. Lisa Arnold. Lisa Arnold, az angliai Dorset rendőrség bizonyítékkezelő tisztje úgy döntött, hogy egy kis kiegészítő jövedelemre van szüksége az önbecsülése javításához. Mert ugye mi más építhetné jobban az ember önértékelését, mint a bűnözőktől lefoglalt 55 000 angol font könnyűszerrel való eltulajdonítása. Lisa Arnold 4 éven át kölcsönözte a műanyag zacskókban talált készpénzt. Most viszont a bíróság kérte, hogy legyen szíves visszafizetni 32 000 fontot, amit ha nem tesz meg 28 napon belül, további 9 hónapot tölthet a rács mögött, a már megítélt 24 hónap mellett. Milyen kellemetlen. A legszebb az egészben, hogy védelmében elhangzott vásárlási függőség miatt követte el a bűncselekményt. Mert ugye mi más segíthetne jobban az önbecsülés helyreállításában, mint egy kis shopping a bűnözőktől elkobzott pénzből. Ronald Davis. Úgy tűnik, Amerikában bármi megtörténhet. Pennsylvania államban egy Ronald Davis nevű rendőr kicsit túltolta a szakítást, ex-barátnőit egyszerűen elmegyógyintézetbe záratta. És hogy miért? Mert megtehette. A 37 éves bátor hős előtte állítólag közölte a nővel, hogy tudom, hogy nem vagy őrült, de őrültnek foglak beállítani. A recept egyszerű volt. Davis előszedte a nő üzeneteit, picit kifényezte őket, és az egészet úgy tálalta a hatóságoknak, mintha a nő egyenesen az önpusztítás szélén táncolna. Az engedély meg is érkezett a kényszerkezelésre, úgyhogy hősünk szolgálaton kívül, mert miért nem, saját maga ment el a nőért. Meg is találta és gyorsan intézkedett is, ahogy egy valódi úriembertől elvárható. Hogy ne legyen hiány drámai felvételekben, egy másik rendőr mindezt videóra is vette. Az értetlenkedő nő ott áll Davis szorításában, ahogy próbálta megérteni, miért van az, hogy ex-pasia épp most fogja le és hurcolja el, mintha az élete függne tőle. Nem sokkal később kiértek az egyenruhás kollégák is, és a nőt elvitték egy helyi kórházba. Az ottani orvosok gyorsan tisztázták, hogy a nőnél nyoma sincs öngyilkos hajlamnak, viszont elég szépen összetörte magát Davis elfogása során. Davis most olyan apróságokkal néz szembe, mint például folytogatás, jogtalan lefogás, testi sértés, és biztonság kedvéért őrizetbe is vették. Szerintetek miért fordul elő, hogy valaki rendőrként ilyen szinten átlépi a határokat? Írjátok meg az elméleteiteket egy kommentbe. De mielőtt tovább megyünk, nézzük meg, hogy mi történik akkor, amikor egy brazil rendőr úgy dönt, hogy gyorsulásra használja a rendőrautót. Nos, úgy tűnik, hogy semmi jó. Amber Geiger.
2018. szeptember 6-án este Amber Geiger, egy 30 éves dallasi rendőr hazatért 13 órás műszakja után. Fáradtan és kimerülten odament ahhoz az ajtóhoz, amit a saját lakásának vélt. A nyitott ajtón belépett, és amikor meglátott valakit bent, azt hitte, betörővel találkozott. A 26 éves Bottom Jean talált a lakásában, aki Szent Luciából származott és könyvelőként dolgozott. Jean, aki kedvességéről és aktív egyházi szerepvállalásáról volt ismert, éppen saját otthonában pihent, állítólag fagylaltot evett és tévét nézett. Geiger azt állította, hogy amikor meglátta Jean-t, szóbeli utasításokat adott neki, amire ő nem reagált, és mivel féltette a biztonságát, elővette a fegyverét és kétszer lőtt. Az egyik golyó Jean mellkasát találta el. Csak a lövöldözés után jött rá Geiger, hogy rossz lakásban van. Felhívta a 911-et és többször ismételgette, hogy azt hitte, hogy ez az ő lakása. A hívás során beismerte a tévedését és erősítést, valamint mentőket kért, de már túl késő volt Jean életének megmentéséhez. Geigert letartóztatták, és először gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták, majd a vádat később a közvélemény felháborodása és az igazságszolgáltatás követelése miatt gyilkosságra módosították. A tárgyalás során Geiger védői azzal érveltek, hogy az eset egy tragikus, de őszinte tévedés volt, amit a fáradtság és a stressz okozott. Az ügyészség azonban rámutatott az ellentmondásokra Geiger cselekedetében, azt sugallva, hogy felismerhette volna, hogy nem a saját lakásában van. Azt is kiemelték, hogy Jean nem jelentett veszélyt, mivel fegyvertelen volt és a saját otthonában tartózkodott. Amber Geigert végül 10 évre ítélték el. 77 perc. 2022. május 24-én az Egyesült Államok történelmének egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözése történt a texasi Uvalde városában, a Robb általános iskolában. Egy egykori diák, a 18 éves Salvador Ramos behatolt az épületbe, aminek során 19 diák és két tanár vesztette az életét. Az elkövető reggel 11 óra 28 perckor egy közeli temetkezési vállalatnál kezdett lövöldözni, majd bejutott az iskola épületébe, ahol percek alatt több mint 100 lövést adott le. Bár a rendőrök gyorsan a helyszínre érkeztek, az események tragikus kimenetelét jelentősen befolyásolta a rendvédelmi szervek késlekedő és ellentmondásos beavatkozása. De miért vártak a rendőrök 77 percet? Ez a késlekedés több kritikus hibára vezethető vissza. A legfőbb probléma az volt, hogy a rendőrség tévesen elbarikádozott elkövető helyzeteként kezelte az esetet az aktív lövöldöző protokoll helyett. Ez a hibás döntés azt eredményezte, hogy a rendőrök a helyszínen várakoztak ahelyett, hogy azonnal beavatkoztak volna. A parancsnoki struktúra is zavaros volt. Peter Adendo iskolai rendőrfőnök azt hitte, hogy nem ő a parancsnok, míg mások az ő utasítására vártak. Ez a kommunikációs zavar és a határozott vezetés hiánya megbénította a gyors reagálást. A rendőrök emellett vártak a védőfelszerelésekre és a tanterem kulcsára, holott később kiderült, hogy az ajtó valószínűleg nem is volt zárva. Bár sok tiszt részt vett korábban aktív lövöldözős gyakorlatokban, ahol az azonnal beavatkozást tanulták, a félelem és a felszerelés hiánya miatt mégis késlekedtek. Mindeközben a tanteremből folyamatosan érkeztek a segélyhívások, jelezve, hogy az elkövető továbbra is veszélyt jelent. Ez a késlekedés súlyos következményekkel járt, és az eset azóta is tanulságként szolgál a rendvédelmi szervek számára. Ha szeretnél még több hülye emberekről szóló videót látni, akkor kattints erre a lejátszási listára, és ha még nem tetted, mindenképp iratkozz fel. Köszönöm, hogy ismét itt voltatok. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!